Sziasztok! Itt vagyok a harmadik előadáson. A koronavírus hatása a világgazdaságra, a világgazdaság és a tőzsde összefüggése egy nagypapa szemével. Sajnos előző adásom csak úgy egyszerűen félbeszakadt, és utána, amikor visszanéztem, akkor láttam, hogy nem fejeződött be. Vagyis én befejeztem, csak éppen nem került adásba. Tehát most úgy érzem, hogy körülbelül ott megpróbálom ott folytatni, ahol akkor abba hagytam. Úgyhogy most meg kell keresnem azt. Igen. Tehát végeredményben akkor hagytam abba, amikor a Magyar Állampapír Pluszról beszéltem. Tehát úgy érzem, hogy az, akinek ugyan van pénze, vagy a pénzét szeretné átmenekíteni egy későbbi időbe, akkor, amikor már úgy konszolidálódik a helyzet, vége lesz a válságnak, valószínű, hogy egy nagy infláció leszünk túl, újraindulunk, újraindul minden. De nem árt, hogyha lesz egy kis pénzünk. És lehetőleg úgy kerüljünk ki, hogy hát, ha nem is nyerességgel, de nem olyan túl nagy veszteséggel. Mert az infláció az nagyon elszaladhat, azt még előre igazából nem látjuk, hogy mi lesz az inflációval. Az akár lehet 5%, 3%, 4%, amit mondanak, amit ugyan hát nagyon nehezen tudok elhinni, mert én ahogy néztem azt az előadást, dr. Kézdi André előadását, ő egy hatalmas méretű inflációt vetített előre. Nem mondom, hogy jósolt, mert ilyenről nem érdemes beszélni, hogy jósol, előre vetítette. Pontosan úgy, ahogy én. Ugyanis Én ilyen gazdasági elemzés oldaláról próbáltam megvilágítani az egészet, mégpedig úgy, hogy lehet, hogy ezeket a dolgokat ismételgettem már, de hát ismétlés a tudás anyja, és nem árt ezekkel is foglalkozni, meg biztos van, aki azt mondja, hogy ezeket nagyon jól tudja, meg minden, de mindig abba kell belegondolni, hogy ezt nem tudja mindenki, és nem foglalkozik ezzel mindenki. Ő csak azt látja, hogy hatalmas nagy áremelkedések vannak, nem érti, hogy miért, nem érti, hogy miért megy föl a gazdaságunk, megy föl a picsába, és akkor mégis olyan infláció van, hogy csak lesünk, vagy drágaság van, az közben azt mondják, hogy nincs is infláció. És tehát jó tisztában lenni ezekkel a dolgokkal. Tehát, hogyha valaki valamire fölkészül, akkor már nem ér olyan váratlanul. És én igazából szeretném ezt elmondani, aztán utána valaki vagy megfogadja, vagy nem, az már igazából túlságosan nem izgat. De én ezt már most előre megmondom, hogy én ez alapján próbálok cselekedni. Tehát, amit én most elmondok, azt vagy megfogadja valaki, vagy nem. Én örülnék neki, hogyha írnátok, tehát hogy mi a véleményetek róla, meg javasolnátok valamit. Aztán én azt vagy beépítem, vagy nem. Tehát általában megpróbálok mindenre válaszolni. Tehát most már úgy fogom majd megcsinálni, hogy amit úgy hallottam közben, azt, tehát akivel én beszélgettem, és azt megpróbálom akár megpróbálom eleve név nélkül bemondani, és megpróbálok rá válaszolni. Tehát én megpróbálom a legjobb tudásom szerint, ahogy én gondolom. Hát hogy aztán abszolút nem biztos, hogy az igaz, de hát én eleve úgy indulok ennek az egésznek neki, hogy nyertesen fogok kikerülni belőle, mert ha nem úgy indulok, akkor el se indulnék. Tehát akkor nincs értelme. Akkor azt mondom, hogy jó van, beteszem a pénzemet pont arról, amiről most akarok beszélni, a Magyar Állampapír Pluszba, és akkor a többi nem érdekel. 5 éves lejárat van, aztán kiveszem 5 év múlva 27% nyereséggel. Hát lehet, hogy utána akkor már 100% lesz az 5 évre vetített infláció, tehát vagy tizedét éri a pénzem, de hát mindegy.
akkor is azt mondom, hogy nyertem 27%-ot. Mindig így kell hozzáállni. Ez ugyanúgy, mint ahogy a múltkor is elmondtam, hogy hát nagyon meg lehet vigasztalni az embert, mert azt mondom, hogy hát sajnos ez a koronavírus ez olyan, hogy hát mindenki meg fog halni. Tehát ezzel nem lehet igazából mit tenni. De az 50% azért túléli, tehát ez a jó hír, és én szeretnék abban az 50%-ban benne maradni. Jó, de hát ez nagyon eltúzolt dolog, ez biztos, hogy nem így lesz. Legalábbis remélem, hogy nem velem fog előfordulni. Úgyhogy általában sajnos az öregek között dúl ez a halálozás. Tehát nem is az, hogy öreg, mert én sem vagyok fiatal, hanem az ilyen krónikus betegek között. Na, most akkor visszatérve arra, hogy akkor beszéljünk a magyar állampapír pluszról. Ami szerintem a legjobb megoldás, és ez is úgy a legjobb megoldás, hogy nem bankon keresztül, hanem közvetlenül az államkincstáron keresztül vásároljuk. Ugyanis a bank mindenképpen lehúz valami sápot, az ilyen átutalás, olyan átutalás, az is pénzbe kerül, a pénzfelvétel, az is pénzbe kerül, akkor nem olyan egyszerű, mint az, hogy szépen bemegyek a központba, tehát feltéve a Pesten lakom, de hát ahogy láttam, vidéken is megvannak ezek az irodák, tehát oda is be lehet menni, tehát a legközelebb irodába is szerintem biztos, hogy nagyon szívesen megkötik ezt a szerződést, arra számítani kell, hogy elég sokáig tart, mert sok minden adatot leírnak, meg hogy aláírási cím példány, minden, szóval nagyon komolyan veszik, de tény, hogy ha egyszer ez megvan, na most az, aki valamit konyít a számítógéphez, tudja internetről irányítani ezt az egészet, akkor pillanatok, utána pillanatok alatt működik. Tehát nagyon jól működik, mert le lehet tölteni telefonra is, tehát telefonon keresztül is működik, számítógépen keresztül is működik, és akár ilyen napi dolgokat is meg tud csinálni. És ez a Magyar Állampapír Plusz, ez ugyan úgy hirdeti, hogy ő nem ad, tehát a kamatot nem lehet fölvenni, hanem egyből visszaforgatja. Tehát ő nem is ad rá lehetőséget, hogy én mit akarok csinálni a kamattal, mert egyből beforgatja. Ami végeredményben abban a szempontból jó, hogy a tőkén megnövekszik, és kamatos kamatot ad. És hát így jönnek ki a 4-4,5-6%-ból, így jön ki 27%, 27,3% a végére. És akkor én most még egyszer elmondom, hogy milyen kamatok vannak, mert ugyan a múlt részben beszéltem róla, de hát vége lett az egésznek, hogy miért, azt nem tudom. Tehát Magyar Állampapír Plusz. Ezt nagyon hirdették. Tavaly nyáron, júniusban indult el az egész, és hát ezt nagyon preferálták, igazából itt az a lényeg, hogy a párna alól, hogy szedjek-e a honpolgára a pénzét, és adja kölcsön az államnak. Tehát végül is mi ezt a pénzt kölcsön adjuk az államnak, és akkor ő azt csinál vele, amit akar. Hát vagy jóra fordítja, vagy stadionépítésre, vagy a lófasz tudja. De mindegy, hát le van szar, nem érdekes. És ő ennek fejében megállapít egy bizonyos kamatot, és megkapom a tőkémet, meg a kamatot is rá. És végül is ezt nagyon jól találták ki annak idején, amikor kitalálták, mert akkor még szó se volt ilyen koronavírusról, meg mindennel lótüdőről, és ez nagyon kecse, és a legjobb volt, ilyen, legjobb volt, mert viszonylag magasabb kamatot ígért, mint a többi. És hát nem is tűnt úgy, hogy most itt mi lesz, meg hogy áremelések lesznek, meg infláció lesz, meg anyám kínja mi lesz. A lényeg az, hogy úgy kell kiindulni belőle, most én csak egy példát mondok, hát nem én csinálom, csak egy példát mondom. Teszem azt, hogy az ember az, aki be akar fektetni, mondjuk van olyan pénze, tehát ezt is hozzá kell tenni, olyan pénze, amire 5 évig, mert 5 éves lejárat, 5 évig nincs rá szüksége. Hetente
hetente lehet ezt megkötni, minden héten, tehát minden, tehát nem marad le senki semmiről. És tehát azzal indulok, hogy van 1 millió forintom erre. És úgy vagyok vele, hogy erre nincs szükségem 5 évig. Elmegyek, megkötöm minden, befizetem, és ő, tehát kölcsönadom az államnak, ő pedig azt ígéri nekem, hogy ezt én, tehát ő szavatól érte, ezt én visszakapom kamattal, kamatos kamattal együtt. A kamatos kamat az annyit jelent, hogy úgy állapítja meg, tehát nagyon kecsegtető, nagyon jó behűítik az embert, hogy az első fél évben az éves kamat, tehát az éves kamat, az 3,5%, és a 3,5% az jóval magasabb, mint ahogy látom itt az egyéves állampapírnál, a fix kamatozást 2,5%. Igen. És volt még ilyen fél éves, csak azt már megszüntették, fél éves magyar állampapírt, annak 2% volt az aktuális kamata, de azt megszüntették. Na most itt sok mindent megszüntettek, mert igazából azért szüntették meg, hogy az emberek inkább magyar állampapír pluszt vásároljanak. Tehát okos módon, ráadásul még okosabb módon fix kamatozású. Ez annyit jelent, hogyha teszem, azt fölmegy 20%-a az infláció, akkor is azt a 4-5%-okat kifizeti éves szinten. Aztán mi megdögöljünk meg. Mert a változó kamatozás az annyit jelent, hogy ad egy fix kamatot, plusz adja rá az infláció mértékét. Ami olyankor, amikor nagyon alacsony az infláció, akkor nem éri meg olyat venni, akkor mindenképpen olyat érdemes, amit ilyen magas kamatot ígér, magas hozamot ígér. És, de ha már megvan ez az állampapír plusz, hát akkor bánja fene. Az annyit jelent, amit mondtam, hogy 3,5%-ot ad éves szinten az első fél évre. Amikor letelik az első fél év, akkor a kamatot, tehát az 1 millió forintnak a 3,5%-a 35 ezer forint, de azt még meg kell felezni, mert fél évre adja, tehát 17.500 forintot, azt hozzáírja a tőkéhez. Tehát ez a kamatos kamat, hogy akkor már 1 millió 17.500 forintnak veszi a következőjét, kamatát. A második fél évben már éves szintre vetítve 4%-os kamatot ad, és akkor ez szépen mindig emelkednek a kamatok, de hát ez az első évben van az, hogy fél éves. A második évben 4,5%-ot ad, a harmadik évben 5%-ot, negyedik évben 5,5%-ot, ötödik évben pedig 6%-ot. És vagy 500, azt mondom, mit mondtam, hülyeséget mondtam. 4,5, 5,5, 6%, igen. Igen. És akkor utána, amikor letelik minden, akkor kamatozva, hozammal együtt minden, az 1 millióból lesz 1 millió 273 forint, és akkor kész, viszont látásra kiveszem, azt mehetek. De akkor, hogyha esetleg meg vagyok szorulva, és nekem szükségem van erre a pénzre, akkor tehát eleve van egy olyan, hogy mindig, amikor lejárat végén plusz egy hétig, minden megkötés nélkül mindent ki tudok venni. Tehát ki tudok venni úgy, hogy nem kell semmit befizetnem, meg minden, és akkor ki tudom venni a pénzt. De viszont, ez kiderült, hogy ezt közben is ki tudom venni bármikor. Itt igazából csak az a lényeg, hogy az első hónap még az mínuszos, utána már megy pluszba, mert folyamatosan adja hozzá a hozamokat. Ráadásul fél év után már a kamatos kamat, tehát megy, tehát már az alapbefizetésem is már, tehát amennyit én befizettem, már az is kamatos. Tehát mindenképpen megéri, tehát nem úgy veszem ki, hogy vesztesége, nem úgy, mint másoknál, ilyen alapoknál, meg minden, hogy ha rossz időben veszem ki, akkor buktam egy nagyot. Tehát ezen igazából csak nyerni lehet. Az hogy jó megszivatták az embert, az egy dolog, mert én épp ma írtam be a lapomra, hogy hát
Szerintem ők ezt már eleve tudták, hogy itt valami gáz lesz, mert nem is tudom, hogy valamikor decemberben, november vagy decemberben találták ki ezt, hogy lecsökkentik a, nem tudom mikor, időpontot nem akarok megmondani, amikor, hogy lecsökkentik az alap, tehát a többi papírnak az alap kamatát, tehát azt mondom, hogy a például prémium magyar állampapír 2023 az ott van, hogy 4,4%, az annyit jelent, hogy 1% a biztos, plusz az infláció az most 3,4%, tehát így jön ki a 4,4, és az 1% volt 1,4%, valami azt hiszem ilyen volt. Tehát ezt lecsökkentették, és ezt igazából azért csinálták, hogy az emberek ne azt válasszák, hanem inkább szálljanak be ebbe a magyar állampapír pluszba, és szerintem ők ezt már akkor nagyon jól tudták, hogy azért itt eléggé szép infláció lesz. És hát végülis ez akkor mindenképpen nyereséges, hogyha én beteszem egy fix kamatozású állampapírba, és nem úgy, hogy elszalad az. És akkor itt hasonlítottam össze azt a dolgot, hogy mi van akkor, amikor itt van mondjuk ez az 1 millió forint. Teszem azt. Mondjuk, tehát egy ilyen extrém esetet mondok, mondjuk 20%-ra felszalad a kamat, tehát az infláció, akkor igazából a 20%, tehát hogyha ilyen 3 éves lejáratot mondok, a 20% kamatnál az van 1% plusz 20-21%. Tehát őnek éve szinten 21%-ot kellene fizetnie, és az 210 ezer forint, míg mondjuk ha a második évben járok, mondjuk teszem azt, míg ha a magyar állampapír plusznál a második évben járok, akkor épp 4,5% van. Akkor mondjuk nem számítom azt, amit hozzátett minden, 1 millió forintnak a 4,5% a 45 ezer forint. 210 ezerből levonom a 45 ezret, a 165 ezer forintot buktam azzal, hogy nem abban van a papírom, nem a változó kamatozásúba, hanem az állampapír pluszba. Hát, ez van. Szivattyú. De legalább a pénzünk biztos helyen van, nem a párna alatt van, mert ugyan tarthatjuk párna alatt is, de hát az nem kamatozik, és akkor megvan a veszélye annak, hogy esetleg betörnek hozzánk, vagy főgyullad a lakás, vagy valamelyik hülye szomszéd fölrobbantja a házat. Hát, és azért pedig nem fog a biztosító készpénzért, soha nem fog a biztosító fizetni. Pláne, hogyha mondjuk olyan pénz, hogy talált pénz. És ez pedig szépen hivatalos, beteszem, aztán jó van, és akkor 5 év múlva kiveszem, ha még van élet a Földön. Úgyhogy mindenkinek azt ajánlom, tehát a legfontosabb az, igazából a legfontosabb az, hogy a mekkora, megpróbálom megkeresni ezt az ábrát, hogy mekkora a kockázattűrő képességünk. Mert hogyha magasabb a kockázattűrő képességünk, hát itt vannak különböző akármik, tehát hogyha magasabb a kockázattűrő képességünk, ez mind a tőzsdével foglalkozik. Úgyhogy na mindegy. Tehát, hogyha erről a múlt részben beszéltem, hogyha magasabb a kockázattűrő képességünk, akkor nyugodtan választhatunk rizikósabb papírokat is, tehát ilyen befektetési alapok. Mert a befektetési alapoknak igazából az a baj, hogy annyit fogunk visszakapni, ami épp van. Meg igazság szerint a befektetési alapok is ugyanúgy dolgoznak, ha azt nézzük, ugyanúgy dolgoznak, mint aki tőzsdére viszi a pénzét, csak a befektetési alap, hogy eleve biztonságos legyen, ő kialakít egy portfóliót, és nagyon sok
részvényt, nagyon sokfajta részvényt vásárol. Ami viszont annyit jelent, hogy van olyan részvény, amelyiknek fölfele megy az ára, van amelyiknek lefele megy az ára, van amelyiknek stagnál az ára, és akkor végén ő, nem azt mondom, hát ő megpróbálja azért, hogy a legjobbakat venni, meg átcsoportosít, hogy magasabb, tehát többet vesz ebből, kevesebbet abból. A lényeg az, hogy hát csak egy valami kijön. Hát valami, hogy legyen valami nyereségünk. És ezért van az igazából, hogy tehát végül is a biztosító társaságosok is így csinálják, hogy elmennek a tőzsdére, azt vesznek valami lószart, és akkor utána, hogyha annak lemegy az értéke, akkor azt mondják, hogy hát sajnos ez van. Tehát én úgy vagyok vele, hogy mindenképpen, ha már azt mondom, hogy van pénzem erre, akkor majd én befektetem, akkor én nem szórakozok például a biztosító társaságokkal, mert biztos nagyon sok embert megkerestek már, hogy biztosítás, meg így, meg úgy. Hát csak ott meg van egy probléma az, hogy az első három évben azt igazából csak őket fizetem ki, tehát hiába fizetek be 3 évig, az nullán van. Tehát az fújhatom az egészet. Utána meg már szépen úgy kamatozik, de hát ez is igazából attól függ, hogy milyen emberek dolgoznak ott. Milyen részvényeket vásárolnak, allokálnak, minden lószat, meg nem tudom, miket csinálnak. A lényeg az, hogy vagy kijövök nyerességesen belőle, vagy nem. Vagy az is lehet, hogy kevesebb pénz összességében. Tehát teszem, az 10 évre valaki mindig fizetget, úgy nem is nagyon veszi észre. És akkor a végén megkap egy bizonyos összeget, és hát túlságosan nem foglalkozik vele, mert azt mondja, hogy de sokat kaptam, jaj, de jó, ne, de jó. De hogyha utána számol, meg mindent megnéz, lehet, hogy összességében az kevesebbre jön ki, mint amit ő befizetett. És ekkor jön az, hogy akkor miért nem én csinálom meg azt, amit ezek. És akkor nem kell nekem befizetnem pénzt, nem kell nekem az, hogy fizetem az embereket, az ő embereit. Tehát nem vonnak le semmit. Én azt mondom, hogy azt az 1 millió forintot majd én saját magam ráteszem a tőzsdére. És majd én azt a pénzt azt elszórakozom. Mert ő azt mondja, hogy hú, hogyha meghalok, hogy mennyi pénzt kap, hát ki a lószart érdekel, hogy ha meghalok, hogy mennyi pénzt kapok. Nem kapok én akkor már semmit. Úgyhogy ő mindig ezzel jön, hogy mindig ilyennel jön, hogyha én beteg leszek, meg ha hiszen, ne legyek beteg. Hát most ne ezzel szórakozzanak, hogyha én beteg leszek. Majd én azt a pénzt beteszem. Majd én azt a pénzt elköltöm. Ha elszúrtam, én szúrtam el, de nekem én úgy vagyok vele, hogy ne az én pénzemmel játszanak. Ez ugyanígy itt volt ez a dolog is, a múlt adásban már említettem, hogy én úgy voltam vele, hogy ilyen portfólió. Tehát én igazából felállítottam egy portfóliót, nem a részvényekkel kapcsolatban, hanem a broker cégekkel kapcsolatban. Mert ott sem mindegy, hogy hova tesszük be. Most én nem azt mondom, hogy tőzsdézzem bárki is. Ne tőzsdézzetek, mert az egy nagyon veszélyes dolog. Azzal nem szabad játszani. Az úgyis arra megy ki, hogy általában mindig a nagyok győznek. Én csak, de hát erről majd sokkal többet fogok beszélni, amikor már a tőzsdére, mert igazából a tőzsdére akarok kitérni. Ezek csak olyan mellék dolgok, meg hát itt igazából ennél gondolkodni se kell, mert csak beteszem a pénzt, azt jó van. Hát ezt csak azért mondtam, hogy vannak ilyen dolgok, van ez, meg van az, de ha valaki szeretne nagyobb jövedelemhez hozzájutni, meg hogyha tényleg az van, hogy ilyen hatalmas infláció lesz, meg itt még nem is tudom, hogy mi lesz. Tehát nem is akarok senkit fárasztani, hogy itt mekkora bukta lesz. Mert nem tudjuk elképzelni. Tehát mi nem éltünk soha, tehát hiába 70 éves se élt, még soha olyan helyzetben nem volt, ami itt várható.
Én nem hittem ebbe a numenóriban, most megint elmondom, mert az első részben volt erről szó. Tehát én nem hittem én ebbe a numerológiába, meg az asztrológiába. Én ezeket nem. Hát tiszteletben tartom azokat, akik úgy elhiszik, meg foglalkoznak vele. Én nem. Én nem szeretném tudni, hogy most hónap után meghalok, úgyhogy meg nem szeretném tudni, hogy most Jancsival mi van, meg akármi, meg hogy ő mikor dobja föl a talpát. Nem. De viszont, hogy egy ismerősöm mondta még március elején, ezt is már elmondtam az első adásban, csak akkor annyira rossz volt a hang, remélem, hogy most jó lesz a hang, majd utána kiderül, és akkor ezt még lehet, hogy többet elmondom, hogy tényleg azért, hogy nézzetek utána, még azt is, aki nem hisz benne, meg nem hitt benne, és én is fenntartással fogadom, és tényleg, ahogy beszéltem az a hölgye, aki tényleg egy ismert valaki ebbe a numerológiába, az olyan dolgokat elmondott nekem, így telefonon keresztül, mert beszéltünk 53 percet, mondjuk én beszéltem 55-ő 3 percet, de abban 3 perc olyan dolgokat elmondott nekem, hogy hát igazából én csak lestem. Holott én aztán tényleg nem hiszek ebben, de akkor is azt mondom, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy most tényleg meg tudom nézni, mert kézzel foghatóan meg tudom nézni, hogy valóban igazat mond-e, valóban, amit előre jelezett, mert ő 2019. decemberében megjelent a YouTube-on egy előadása a 2020-as évre. És ő feketén-fehéren elmondta, hogy mi várható. Nem azt mondta, hogy mi lesz, nem azt mondta, hogy jönnek a kis kínaiak, és ki-pang-pung-ki-teng-teng-teng, hanem azt mondta, hogy mi várható. Tehát ő nem tudta azt, hogy koronavírus, mert ilyet még mi se tudtunk. Ő csak annyit mondott, hogy lesz valami olyan esemény, ami miatt hatalmas infláció lesz, meg munkanélküliség lesz, meg hogy áprilisban egy nagy gazdasági világválság lesz, meg hogy decemberben is lesz egy még nagyobb, ő azt mondta, még nagyobb gazdasági világválság. És hát azért erre azért igazából én úgy odafigyeltem, mert én ugyanúgy megpróbálom megcsípni a lehetőséget, pontosan ezzel a vírussal kapcsolatban, hogy én úgy gondoltam, eleve úgy állítottam be, hogy hát ez ki fog hatni a világgazdaságra is. És itt nagyon valószínű, hogy itt komoly bajok lesznek. És ha komoly bajok lesznek, a tőzsde az egy indikátorként mutatkozik, szerepel, és ő előre jelzi az eseményeket. Előre, de nem is kell, hogy előre jelezze, ha folyamatosan jelzi az eseményeket, nekem az is jó. Nekem csak az számít, hogy mikor tudok belépni. A többi nem érdekes, a többi abszolút nem érdekes. Csak az, hogy mikor tudok belépni az annyit jelent, hogy olcsón vásárolni, és utána majd később, drágábban vagy drágán eladni. Nem kell, hogy ilyen hatalmas nagy nyereségem legyen, legyen sok kicsi, legyen sok sikerélményem, és akkor most, hogy már úgy érzem, hogy jó a vonal, tehát jó a hang, a következő részben csak erről fogok beszélni. És akkor majd meglátom, hogy igazam lesz-e, vagy nem lesz igazam. És akkor még egyszer elmondom, hogy ő mit mondott, én mit mondtam, a kettőt egymásba állítom, és akkor mindenki, én azt mondom, hogy mindenki nézze meg a filmet, majd a legközelebbi adásba fölteszem a hölgy, tehát a képét is, meg minden, mindenki nézze meg a filmet, nézze meg azt, amiről én beszélek, és akkor utána majd eldöntheti, hogy mi van. De most befejezem, mert mindig azt mondtam, hogy 30 percnél tovább nem akarok csinálni egy adást, mert nagyon ellaposodik, meg unalmas lesz, meg elalszotok rajta, mint hogy én a sajátomon elaludtam többször. Úgyhogy azt mondom nektek, hogy sziasztok!
és akkor folytatni fogom, és nézzétek, és mindenkit üdvözlök. Sziasztok!